nem túl nagy a mi gyülekezetünk. Az az igaz, hogy az induláshoz képest az évtizedek folyamán soha nem volt túl nagy létszámú. Mondhatjuk azt, hogy már a 20-as években elérte azt a tagsági létszám, ami most is megvan, egy 30-40 fős tagság. Hogy miért válik fontossá hely, számunkra egy hely, hát mindenkinek tudnia kell azt, hogy hol született. Ezt ugye gyakran kérdezik tőlünk, a hivatalos irataimba is föl kell írjuk. Nos, van, aki itt született, vagy itt nevelkedett. Innen indult el, van, aki itt is maradt. Ezt olvassuk a 87. zsoltárban. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Sionról ezt mondják. Mindegyiküknek ez a szülő hazája. A felséges szilárdítja ezt meg. Az Úr számba veszi a népet, amikor beírja őket. Itt van a szülő hazájuk. Körtáncban éneklik. Minden forrásom belőled fakad. A fontos ebben az, hogy az Úr számba veszi a népet. Beírja őket. Följegyzi őket. Benne vagyunk az élet könyvébe. Aztán, hogy hova vitt az élet, hogy hol élünk, hol éljük meg az Úrral való kapcsolatunkat, a hitéletünket, annak is lehet fontos és jelentős üzenete vagy része, de az, hogy be legyen írva az élet könyvébe, az a legfontosabb. És örülünk, hogy most eljöttetek ünnepelni velünk, és mi azért imádkozunk, hogy az Úr szaporítsa meg a népet. Ma is legyenek olyanok, akiket beírhat az Úr, mert azt mondják, hogy én fogadom, amit kínál Jézus Krisztus. Hittel fogadom, és Jézus Krisztus pedig, akkor senkit nem utasít el. Úgy szeretnénk ünnepelni, hogy mindenben neki, Jézus Krisztusnak, a gyülekezet urának, a megváltónknak adjunk dicsőséget. És természetes öröm van abban is, hogy látjuk egymást, újra találkozhatunk, beszélgethetünk egymással, hirdethetjük azt, vagy elmondhatjuk azt, hogy Isten hogyan hordozott bennünket, mi történt bennünk. Hát Isten áldjon meg mindenkit ma, hogy ilyen legyen az ünneplésünk. Oh, God.
olvassa meg a gyülekezet a Szentírásból Isten igét, amelyet először Lukács evangéliumának 4. fejezetéből olvasok, a 14. verstől. Lukács evangélium a 4. fejezetének 14. versétől olvassuk Isten igéjét, a 22. vers a mondatáit, azután az Efézusi levél 2. fejezetéből, a 19. verstől a 22. versét. Megnevezett helyen így hangzik Isten igéje Lukács evangélium a 14-től. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken, tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, és szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgálatnak és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti nekik. Efézus 2:19-től. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Áldásért fohászkodjunk. Urunk Jézus, szeretnénk most felé irányítani a mi tekintetünket. Szeretnénk, ha szólnál hozzánk is, ha beteljesedne a te igéd, a te akaratod a mi életünkben is. És szeretnénk mindenben téged dicsőíteni. Amen. Foglaljanak helyet, és énekeljük a gyülekezeti énekeskönyv 5. énekét. Az ének alatt tartsuk a versenyezésünket is, adakozzunk önkéntesen örömmel. Az 5. éneket énekeljük a gyülekezeti énekeskönyvből, majd utána a közös éneket elénekeltük, a versenyezés is megtörtént. Hallgassuk meg az énekkal énekét.
Názáret, egy kis falu Galileában. A zsinagógája nem volt híres sem nagyságáról, nem volt építészeti remek mű sem, jelentéktelen, mondhatjuk, soha nem került volna említésre, hisz az ószövetségi leírásokban soha nem olvasunk, hogy ez egy jelentős település lett volna. Sőt, akinek bizonyságot tesznek, azt mondja Jézus korában egy zsidó, hogy származhat-e valami jó Galileából, Názáretből. Hát jelentéktelen, nem is figyelnek oda rá. De a történelemben azóta mindig hirdetik, hogy Jézus ott kezébe vette a tekercset, és felolvasta az Ézsaiás könyvében a reál vonatkozó igéket, és azt mondta, ma beteljesedik a fületek hallatára. Itt vagyunk. Amit Isten megígért, az beteljesedett, megvalósult, elküldte Isten a szabadítót, a megváltót. Miért? Azért, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Evangéliumot a szegényeknek, a vakok szemét megnyissa. Jézus Krisztus, amikor így hirdette az igét, noha nem fogadják, ott nem olvastuk fel a következő szakaszt, nem fogadják éppen örömmel, mégis ez az ige hirdetés mindenhol tudva van. Első ige hirdetése Jézusnak a szülőfalujában van, ahogy fölnevelkedett, nem a szülőfaluja, ahol fölnevelkedett, Názáretben, a zsinagógában volt. Cinkotán nincs nagy értékű és híres műkincs baptista templom. A gyülekezetnek sincs egy olyan múltja, nagy múltja, mondhatnánk, hogy nagyon sok alakulata, szervezete lett volna a gyülekezetnek, nagy énekkar, zenekarok, vagy valami társadalmat befolyásoló, meghatározó, nagy megmozdulást hajtott volna végre ez a kis csapat. De 90 éve hirdetik itt. Néhányan. Hűséges hitű, bátor emberek. Egy kis csapat, hogy Jézus azért jött, hogy örömhírt hirdessen, hogy megnyissa a vakok szemét, hogy megértsék az emberek, hogy milyen szükségben vannak, hogy Jézus megbocsássa a bűnöket, hogy adjon szabadulást a foglyoknak. Akik pedig hittel befogadják, elfogadják Isten igének üzenetét, az igét, azok számára beteljesedik, valóság lesz, megtapasztalják és átélik, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanaz, aki volt egykor, mikor itt járt a Földön. Nem változik. Ma is megszólít embereket. Ma is tudja, hogy szükségünk van rá, hogy szegények vagyunk. Akármivel is rendelkezünk, nélküle nagyon szegények vagyunk. Azt is tudja, hogy van olyan szükségünk és bajunk, amiből egyedül csak ő tud bennünket megszabadítani. Kik hirdették ezt itt 90 éven át? Azok, akik meghallották a Jézus szavát. Azok, akiket megszabadított Jézus. Azoknak, azok hirdették, akiknek megbocsátott. Azok hirdették, akik új életet kaptak, élő reménységet az örök életben. Kislányom kérdezgette tőlem épp a napokban, hogy milyen függőségek vannak, és kezdte sorolni, miután néhány káros függőséget felsorolt,
megemlített olyanokat is, amelyekre azt mondta, apa, de hisz sok ember nem is tudja, hogy függő, csak teszi a szokásost. Így van, mondtam. Sokan rabok, sokan fogjuk, nem is tudják ezt. Csak teszik a szokásost. Nem ismerik az igazi szabadságot, mert vakok lelkileg. Nem ismerik a teljes örömöt, mert csak Jézusnál van teljes öröm. Van, beszél a Szentírás is arról, hogy van ideig, óráig való öröm, még a bűnnek is van ilyen öröme. De a következménye halál. Jézus Krisztus pedig épp azért jön, hogy megnyissa a szemünket, hogy lássuk, hogy van lehetőség a szabadulásra. Ő a szabadító. Akik pedig ezt elfogadják, megtapasztalják a Szentlélek segítsége és hatalma által, erejével új életet kezdenek, egy lelki közösségbe formálódnak, összefognak, egymást bátorítva, erősítve, aztán érzik a felelősséget, hogy tovább kell adják a jó hírt, hogy Jézus itt van. Ez történt itt Szinkotán is, semmi más. Különös nagy dolog nem történt. De az örökké valóság szempontjából nagyon jelentős dolog, mert a többi bármi is történt, földi történelem vagy cselekmény, mind feledésbe veszik. Csak az marad meg, hogy Jézus kit írt be az életkönyvébe. Ennek van hatása az örökké valóságra, hogyha valaki hittel fogadja Jézus Krisztus evangéliumát, megtér, a Szentlélek újjáformálhatja, és Isten ad neki egy boldog, örömteli életet. Hálásak vagyunk az első bátor hitvallókért. De meg kell említsük testvérek, hogy nem könnyű újat kezdeni. És ahogy mondottam, hogy sok mindennek vagyunk a fogjai, hát valljuk meg őszintén, hogy fogjai lehetünk sokféle megszokásnak. Ahogy láttuk, hogy nem volt ez Názáretben sem. Azzal nem volt probléma, hogy felolvassa az igét. Hát olvassa. Ezt szoktuk tenni minden szombaton. De mikor azt mondta, hogy ez az ige beteljesedett, és itt van, nektek szól, foglyok vagytok, bűnösek vagytok, szabadulásra, bocsánatra van szükségetek, akkor... Ki vagy te? Ki vagy te, hogy nekünk így beszélsz? Sokféle szokás kötöz bennünket. És meg lehet szokni még az igét is. Meg lehet szokni. Úgy, hogy olvassuk, megszokásból. Úgy, hogy hallgatjuk, megszokásból. De Isten igéje nem tér hozzá üresen vissza, Ézsaiás 55. fejezetében olvassuk. Az ige élet vagy ítélet? Élet vagy ítélet? De Jézus azt akarja, hogy életté legyen bennünk, hogy változtassa meg az életünket. Így volt ez kezdetben Szinkotán is, hogy akik hittel elfogadták, megélték az igét, megváltoztatta az életüket, hát ellenséget szereztek maguknak. Sokan a saját családjukból, mert nem minden családba tért meg mindenki. Megtért a feleség, nem jól fogadta sok esetben a férj. Épp a kezdeti hívők között, nem mondom el most mind a történeteket, volt egy ilyen eset, nagyon ellenséges volt az egyik férj. 2 évig bírta. De amikor látta a feleségének az átadott életét, a szeretetét, a hűségét, ő is odajött és azt mondta, hát erre van nekem is szükségem, hogy Isten átformálja az életünket.
itt vagyok én is. Isten, könyörüljön rajtam, bocsásson meg nekem is. Én is veletek együtt ide akarok tartozni. Ahogy mondtam, így van ez azóta is. Akik élik az igét, nem mindenki fogadja őket örömmel. Olykor még a családban sem, de a környezetben sem. De mégis tudják, hogy semmi nem érhet föl azzal, amit Jézus Krisztusban ők kaptak. Nem lehet őket megfenyegetni, nem lehet megvesztegetni, nem lehet lebeszélni, mert a hitük olyan meggyőződésé vált, hogy azt mondják, mindennél fontosabb. Jézus az első helyre. Ő az Úr. Szeretlek téged is azért, de Jézusnak akarok elsőre ebben engedelmeskedni. Hálásak vagyunk a generációkért, akik egymást követve hirdetik az Isten országát, az Isten evangéliumát, hívják megtérésre az embereket, szolgálnak, segítenek szeretettel, és képviselik Jézus Krisztust. Volt olyan korszaka is ennek a gyülekezetnek, ez nem az elinduláskor volt. Mert ahogy mondtam, megdöbbentően gyönyörű és szép az indulás. 1924-ben 11-en merítkeznek be. És aztán 1928-ig minden évben van bemerítés. 3-an, 4-en, 6-an. De már a 20-as évek végére ez a gyülekezet több mint 30 tagú lesz. De volt olyan szakasza is ennek a gyülekezetnek, amikor alig voltak többen 10-nél. De egy kis imádkozó és hűséges csapat kitartott. Isten pedig vezérelt családokat ide, hogy megerősödjenek. Hála Istennek, hogy vannak néhányan azok közül is itt, akik utódai a legelső hívőknek. Idős Garai Pál és feleségének a leszármazottjai, de Markó testvérnőnk is az első hívőknek a leszármazottja. De nincsenek is többen. És a Garai család nagyobb része is, vagy egy része fele elköltözött innen. De jöttek aztán innen, onnan emberek. Az is érdekes, hogy többen elköltöztek már a 30-as években, akik az indulásnál jelentőségteljes munkát végeztek, itt elköltöztek. De jöttek, költöztek ide mások. És azok is otthonra találtak. És Isten igével mondjuk, hogy nem vagytok idegenek. Nem vagytok jövevények. A Jézus Krisztus, aki uratok, aki megváltótok, egyek vagyunk. Sőt, polgártársai vagyunk a szenteknek. Háza népe az Istennek. Nem velünk kezdődött itt az Isten országa. Mi is beépültünk abba. A Szentlélek betagolt bennünket. Beillesztett Jézus Krisztus az ő szent templomába, hogy a lélek által szent templommá, Isten hajléká növekedjünk. De Jézus Krisztus az alap. Ő is az, aki mindent összefog. Ő a vezetője az egyháznak, ennek a kis gyülekezetnek is. Őrá szeretünk figyelni, neki engedelmes lenni, és neki mindenben dicsőséget adni. Mi mai cinkotai tanítványok, Krisztus követők, ezt akarjuk tovább. Kedves barátunk, embertársunk, testvérünk, bárki és bárhol légy,
neked is szükséged van Jézusra. Jézus szeret téged. Nem feledkezett el rólad. Nem törölte ki a nevedet sem a telefonjából, sem a komputeréből. De be szeretné írni az élet könyvébe. Tud rólad. Neked is meg akar bocsátani. Az ő szeretetében neked is örömöket, áldásokat akar adni. Egyedül, csak ő egyedül tud örök életet adni. Hitáltal, kegyelemből. És nincs határ, nincs elválasztó fal. Nincsenek idegenek, nincsenek jövevények, nincsen kizáró ok. Ha Jézus Krisztusban hiszel, Isten gyermeke vagy, mennyei polgárságot kapsz. Hálásak vagyunk azért, hogy Istennek a jókedvének az esztendeje, a kegyelmének az esztendeje még tart. És ránk bízta ezt az örömhír hirdetést. És azért imádkozunk, hogy a Szentlélek erősítsen meg, töltsön be bennünket, bátorítson föl bennünket a mai nap is arra, hogy be tudjuk küldeni, be tudjuk tölteni küldetésünket. Adjuk tovább ezt a jó hírt még sok rászoruló embertársunknak. Amen. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az úrvacsorai szereztetési igéket, amelyet az 1. Korintusi Levél 11. fejezet 23. versétől olvasok. Külbe hallgassa a gyülekezet. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatok, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti rettetek megtöltetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháron az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne veszünk. Kedves testvérem, gondolataitokat Jézusra szeretném most irányítani. Gondoljatok rá, aki által Isten a megváltást, a megoldást küld el nekünk. Ő az út, az igazság és az élet. Jézus közénk született, emberré lett. Itt élt, tanította az Isten országát, megszólította az embereket, hívta, hogy térjenek meg és legyenek Isten országának a gyermekei, gyógyított, szeretett, nevetett és sírt, és meghalt a kereszten, megfizetve a bűneink árát. Tökéletes, a tiszta, a szent, engesztelő áldozat lett a bűneinkért. De milyen jó, hogy nem itt van vége a történetnek, hanem folytatódik. Jézus Krisztus feltámad, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, a sátánnak a hatalmát, és Jézus Krisztus él az Isten dicsőségére. És az ő nevében kell hirdetni a bűnök bocsánatát, a megtérés evangéliumát. Ő általa van a kegyelmi lehetőség, hogy az ember, a halandó, a bűnös ember, a kárhozatra méltó ember Isten előtt elfogadva legyen. Sőt, Jézus Krisztus igazságát Isten a megtérő bűnösnek tulajdonítsa. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeret az Isten. Mennyire? Hogy helyettem meghalt a Golgotai kereszten. Nem azért szeret, mert megérdemeljük, nem azért szeret, mert fontosak vagyunk, nem azért szeret, mert gazdagok vagyunk, mert nagyok és hatalmasok vagyunk, hanem szeretetében kínálja nekünk a megoldást. Ráutaltak vagyunk. És ő szárnakozik rajtunk. Minket arra teremtett, hogy vele örökké való közösségben éljünk. És erre hív a benne való hit által, a bocsánat, a gyógyulás által. Arra hív bennünket, hogy örökké vele hív. És milyen jó ebben a tudatban élni. Krisztus szeret, és az ő szeretetében örök biztonságban vagyunk. És Pál apostollal mondjuk, semmi sem szakíthat el minket a Krisztus szeretetét. Ebben a változó és bizonytalan világban, mulandó világban van egy biztos pont, van egy változtathatatlan, egy kimozdíthatatlan, örökké való pont, Jézus Krisztus. És mi hozzá tartozhatunk, hitáltal, kegyelemből. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az a jó, a kegyelemmel erősödik meg a szív.
és melyet szeretnénk átélni, hogy akik hisznek benne, azok kegyelemben megerősödjenek. Újra a hűségben Jézus követésére, a bizonyságtevésre, hirdetni tovább az Isten országát, és az a jó, hogy mindenkinek kínálja ezt a kegyelmet. Hív mindenkit, Jézus Krisztus. Gyertek, elcsendesedve most énekelve a 217. éneket. Készüljünk így hálaadással az Úr vacsorára. 217. éneket énekel. Ezáltal az ő halálára, a megváltásunkra. Jézus mielőtt a megtört kenyeret adta volna tanítványainak, amely az ő megtöretett testét jelképezi, hálákat adott. Gyertek, hajtsuk meg fejünket szívünkben, mindannyian hálaadással magasztaljuk az Urat, hangos imádságra, Garai Tibor testvért kérem, imádkozzunk. Örökké való Isten! Hálaadással állunk asztalod előtt, amikor kinyújthatjuk kezeinket a szentélyek után. Megköszönjük, hogy 90 éve tehetjük ezt, Istenünk fogad érte igaz hálánkat, magasztalásunkat. Kérünk, hogy hordozd továbbra is erős karodon, hogy tudjunk megállni előtted asztalodnál, hogy méltók lehessünk a szentélyek elvételére. Kérlek, áld meg így bennünket. Amen. Az úrvacsora hálaadás és emlékezés arra, hogy Jézus meghalt és feltámadt megváltásunkért. Ugyanakkor az úrvacsora hitvallás is arról, hogy Jézus Krisztus kegyelmét elfogadtad hittel, amikor kinyújtod a kezed,
hogy úrvacsoráz, akkor erről teszel bizonyságot. Elfogadta hittel, amit Jézus kínált neked kegyelme által, és hogy engedelmes gyermeke vagy, az ő népéhez tartozod, és várod vissza a vőlegényed, a mennyei vőlegényed. Hívok tehát mindenkit, aki így tudja, így vallja, hogy Jézus Krisztus az ő személyes megváltója, az ő élete ura. És most örömmel és hálatelt szívvel itt van kifejezni azt, hogy hozzá tartozik, és részt akar venni az úrvacsorából, szíveskedjenek fölállni. Miután az Úr Jézus Krisztus hálaadással megtörte a kenyeret, adta tanítványainak ezt mondva, e kenyér az én testem, mely érettetek megtöretik. Vegyétek és egyétek az én emlékezetemre. Vacsora közben Jézus mielőtt a poharat adta volna tanítványainak, amelyhez értünk, kiontott drága vérét jelképezi, ismét hálákat adott. Hajtsuk meg fejünket, magasztaljuk, hogy szívből mindannyian, hangos imádságra pedig Fazekas Lajos testvért kéne. Jézus, szívből magasztalunk téged, önmagad áldoztad értünk, és köszönjük, hogy már akkor is a te véredben erő volt, és azóta is köszönjük, hogy meg tudsz tisztítani, meggyógyítani által, és új életet adni. Köszönjük, hogy
ennek emlékére nyúlhatunk most mi is a drága vér jele után. Köszönjük, hogy összeköt minket a te szereteted, hiszen nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja bárányokért. Köszönjük, hogy értünk is adtad. Köszönjük, hogy így köthetünk kapcsolatunkat, megújíthatjuk veled és egymással. Legyen dicsőség néked. Amen. Kérem ismét felállni az úrvacsorázó testvére. Jézus megáldotta a poharat, adta tanítványainak ezt mondva, e pohárom az új szövetség az én vérem által, mely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára, igyatok ebből mindnyájan, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
az áldás pohar, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünket, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünket, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Gyertek örömmel és háladással énekeljük álma befejező énekünket, egymás kezét megfogva, áldott legyen a fény, mely minket összeköt. Amen. Az Úr közel. Jöjjön, Uram Jézus.